Sziasztok! Először is elnézést, hogyha száll a hajam, de elég meleg van, és muszáj volt a ventilátort magammal szemben állítanom, hogy a kamera előtt ne folyjak el teljesen. Na, de mindegy is. A mai videónak a témája a csodálatos almaecet. Én is csak most ismerkedem az almaecettel, úgyhogy ahogy az interneten nézelődtem, hogy mire lehet felhasználni, nagyon-nagyon sok olyan területet találtam, ami ismeretlen volt számomra, ami meglepetésként szolgált, viszont nem egy olyan ötletet írtam le magamnak is, amit a jövőben mindenképpen kiszeretnék, és ki is fogok próbálni. Az almaecetet ugye rengeteg-rengeteg területen lehet felhasználni, és puskázni is fogok, a telefonommal lefényképeztem egy pár dolgot, mert egyszerűen tényleg annyira sok minden, hogy nem tudom észben tartani. Kezdjük azzal, hogy ami ugye a videó témájától, vagy hát a csatornám témájától így mondhatni a legtávolabb esik, a háztartási felhasználhatóságáról az almaecetnek. Az almaecet ugye fertőtlenítés, tisztítés, ugyanúgy, ahogy a rendes ecetet használják például vízkőoldásra, ugyanúgy lehet az almaecetet is erre használni, az üvegpoharakat, vagy hát az üvegeket lehet vele nagyon szép fényessé varázsolni, tisztítja és fertőtleníti, és fényessé teszi az evőeszközöket is. Emellett mindjárt megtalálom, igen, főzéshez is lehet használni, például nagyon-nagyon finom ízt, pikáns ízt ad a mártásoknak, a vízkövet mondtam, konyhai eszközöket mondtam, foltáltüntető hatása is van, kávéfőzőt remekül lehet vele tisztítani. Igen, van még itt egy csomó minden leírva, de be fogok linkálni majd az infoboxba egy-két olyan weboldalt, ahonnan én is informáltam magam, és akkor találtok még annál is több mindent, mint amit most én el fogok nektek mondani. A következő felhasználhatósági területe az almaecetnek, az az egészségünk megőrzése. Lehet külsőleg és belsőleg is alkalmazni az almaecetet. Kezdjük azzal, hogy belsőleg, hogy miért is jó az almaecet. Az almaecetnek ugye eleve lúgosítja a szervezetünket, méregtelenít, tisztítja a veséket, zsírbontó és koleszterin csökkentő hatása van. A zsírbontó hatása azért fontos, mert nagyon sokan csinálnak ilyen almaecetes diétát, vagy almaecetes kúrát. Emellett helyreállítja a gyomor és a bélflórát, tökéletes megoldás, hogyha esetleg hasmenésünk vagy cékrekedésünk van, vagy emésztési problémáink adódnak. Hogyha valakinek kandidával van problémája, akkor ezen is segíthet az almaecet. Úristen, annyi minden, azt sem tudom, hogy mit mondjak még így hirtelen. A gyomorégést is enyhíti. Igen, az már külsőleg lesz, a koleszterin szint csökkentő hatását már mondtam. Azt hiszem, hogy gyorsan le is daráltam így a legfontosabb belsőleg ható jótékony hatásait, de természetesen itt sem említettem meg az összeset. És akkor nézzük, hogy külsőleg mire lehet használni. Hajápolás, erre visszatérek, mert én tulajdonképpen ezért kezdtem el az almaecetet használni, és erről szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni nektek. Emellett a bőrünket is át lehet törölni almaecettel. Azt olvastam, hogy valakinek az arcbőrét így tonikként frissíti. Nem tudom, hogy ez így nekem mennyire válna be, én nem bírnám elviselni az arcomon az illatát, de tényleg olvassatok utána, hogyha szeretnétek, akkor próbáljátok ki, lehet, hogy ez nektek is beválik. Illetve az allergiás tüneteket, mármint a bőrön jelentkező allergiás tüneteket tudja csökkenteni, emellett a napégést enyhíti, a csípéseket enyhíti, hogyha ízületi gyulladásunk van, akkor almaecetes borogatást tudunk rátenni. Azon is segít elvileg. Hú, mindenit a pattanásokon, szemölcsökön, kiütéseken, aknékon is segít. Tényleg annyira hihetetlen sok felhasználhatósági módszere van az almaecetnek, hogy amikor így megláttam, hogy jó Isten, hihetetlen, hogy egy ilyen, ilyen olcsó dolog mennyire jó tud lenni. Igen, nézem közben, hogy mit mondtam el és mit nem. A leégést azt mondtam. Igen, ami engem nagyon-nagyon meglepett még, hogy ha kisállatunk van, ugye nekem is van macskám, mint azt szerintem már nagyon sokan tudjátok, akkor ugye előfordul, hogy bolhás lesz a kisállatunk, a kiskedvencünk, és hogyha esetleg a kisállatunk
vizéhez adunk egy kevés almaecetet, akkor ez megelőzi, illetve segíti a bolhaírtást, vagy ilyen almaecetes vizes keverékkel meg is lehet fürdetni a kis kedvencet, már amennyire hagyja, nem tudom, hogy az én macskám például ezt mennyire viselné jól. Minden esetre nagyon meglepődtem, amikor ezt elolvastam, hogy még erre is lehet használni. Oké. Itt is nem mondtam el mindent, tényleg rengeteg minden van még ilyennek, például, hogy az arcöreggyulladást gyógyítja, a torokfájást enyhíti betegségeknél, hogyha almaecettel gargalizálunk. Ami még így nekem kiemelkedően meglepő volt, az a szájhigiéniánál való felhasználhatósága, mégpedig, hogyha esetleg foltosak a fogaink, akkor nagyon szépen eltünteti ezeket a foltokat a fogakról, valamint hogyha ezzel gargalizálunk esténként, jobban mondva egy evőkanál almaecetet beleteszünk egy pohár vízbe, és ezzel gargalizálunk, akkor megelőzi a reggeli kellemetlen lehelletet, úgyhogy tényleg hihetetlen az almaecet felhasználhatósági tárháza. És akkor térjünk a hajápolásra. Én ezért kezdtem el használni az almaecetet, mert a hajápolásnál két olyan dolgon is segít, ami mind a kettő fontos számomra. Az én hajam ugye korpás, sajnos, és emiatt nagyon sokszor viszket a fejbőröm, tényleg nagyon irritált tud lenni, ezért is kerülöm a szulfátmentes hajápolási termékeknek a használatát, de erről már a hajápolási videómban beszéltem nektek, amit az infoboxba belinkelek, ott megtaláljátok, hogyha meg szeretnétek nézni. Valamint az almaecet nagyon-nagyon szép fényessé teszi a hajat, illetve hogyha festitek a hajatokat, akkor a hajfestés után segít még inkább megkötni az új hajszínünket, úgyhogy ez is szerintem egy csodálatos tulajdonságom. És akkor, hogy én hogy is alkalmaztam, és hogy mennyire vált be nekem. Mindig egy ilyen kis 5 deciliteres, fél literes kis kannába kevertem. Ez úgy nézett ki, hogy többnyire 4 deci vagy 4 és fél deci vízbe tettem fél vagy 1 deciliter almaecetet, attól függ, hogy mennyit sikerült belelőttyintenem. Eztán a ilyen, hát nem forró, olyan meleg vízzel engedtem fel, amilyennel szoktam zuhanyozni. És mindig a második hajmosás, én ugye kétszer szoktam hajat mosni, ugye két adaggal szoktam hajat mosni, és mindig a második hajmosás után leöblítem a sampont a hajamról, és utána következik ez az almaecetes öblítés, még a balzsamozás előtt, méghozzá úgy, hogy két részletben öntöm a hajamra, vagy hát a fejbőrömre, és így az egész hajamra is. Természetesen belemegy sokszor, vagy hát lefolyik sokszor az arcomra, ugye szemünket csukva kell tartani, mert különben marja, belefolyik a számba néha, de ezek ilyen apró kis kellemetlenségek, szóval az eredmény, nem tudok beszélni, az eredmény kompenzál minket ezért. És ugye két öblítést mondtam az előbb, és az első, vagy hát az öblítések között és az öblítés után is mindig átmaszírozom a fejbőrömet. Én ugye a korpásodás ellen kezdtem el használni, úgyhogy ezért van ez, hogy átmaszírozom a fejbőrömet ezzel a borogatással. Természetesen nem vakarom, szóval egyáltalán nem körömmel vakargatom a fejbőrömet, hanem az újbegyeimmel dörzsölöm csak át tényleg finoman, viszont alaposan odafigyelek arra, hogy mindenhol átdörzsöljem, mert például én korpásodok itt is, illetve hátul a tarkomon is, úgyhogy tényleg mindenhol átdörzsölöm a fejbőrömet, és ezután szoktam alaposan leöblíteni. Nagyon alaposan ki kell öblíteni a hajban, mert mindenhol azt olvastam, hogy nem marad benne, főleg szárítás után nem érezhető a hajon az illata, én érzem. Nem tudom, hogy rosszul öblítem-e ki, bár nem hiszem, mert tényleg nagyon sokáig öblögetem, illetve direkt ezért használom utána még a balzsamot is, hogy ez is így elvegye egy kicsit a... Nem tudom azt mondani, hogy illatát, mert hogy nem egy kellemes illatról beszélünk, viszont annyira nem is kifejezetten büdös, de hát ilyen ecet szaga van, almaecet szaga van. És hogy akkor ezt kb. Olyan minden harmadik hajmosásnál szoktam használni, harmadik, negyedik hajmosásnál, azaz ilyen hetente egyszer, vagy hát igen, mondhatni, hogy hetente egyszer szoktam használni. És amit tapasztalok, a hajam az almaecetes borogatás után elképesztő, de tényleg hihetetlenül fényes. Nagyon-nagyon gyönyörű, úgy vettem észre, mintha könnyebben is lehetne formázható. Ugye formázható, én, hogyha esetleg bármit is csinálok a hajammal, akkor kivasalom.
de minthogyha ezután az almáltetes öblítés után egyenesebbé is válna a hajam, és tényleg a fényét azt nem győzöm hangsúlyozni, már írtátok nekem videó alatt kommentben, hogy hú, mit csináltam a hajammal, mert hogy annyira szívfényes, az az almáltetes borogatás volt, igen, kérem szépen, és akkor nézzük, hogy a fő problémám a korpásodásom mennyire segített. A problémát magát nem szüntette meg. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy emiatt csalódott vagyok-e vagy nem, mert nem vártam tőle csodát. Viszont javított az állapoton méghozzá olyan szinten, hogy nem vízket annyira a fejbőröm, miután használom. És tényleg, tényleg segít így a fejbőrről leoldani a korpát, és ezáltal kevésbé lesz korpás a fejbőröm. Viszont ugye nem használom minden hajmosáskor, lehet, hogyha tényleg minden hajmosáskor használnám, akkor beállna egy ilyen állandó eredményre, és így tényleg húzamosabb idő mellett abszolút megszüntetni a korpásodást. Viszont így nem oldotta meg gyökerestől a problémát. De ahogy mondtam, nekem ezzel semmi bajom, és mostanában már tulajdonképpen nem is a korpa ellenszereként használom, hanem egyszerűen a fényt adó hatása miatt, mert annyira gyönyörűvé teszi a haja, tényleg ilyen hihetetlen egészségesnek néz ki a haj, puhává is varázsolja a haját, és emellett hihetetlen ilyen szikrázó fényt ad neki. Nem tudom, hogy más szerettem-e volna az almájegyzetről még így mondani. Ja igen, talán azt, hogy én eddig a DM-ben vettem almaecetet, méghozzá az Alnaturától, ez ugye egy ilyen natur biomárka, és ott a fél literes almaecet volt, hát ilyen 2 euró és 2 euró 50 cent közötti áron kapható, de nem tudom pontosan, hogy mennyi volt az ára. Amit nektek is tudok ajánlani, hogy bioalmaecetet használjatok, mert ez ugye mindenféle vegyszer, szóval az az alma, amit felhasználtak az almaecet készítéséhez, semmiféle vegyszerrel nem érintkezett, és hát ugye természetesen ez fontos, hogyha az egészségünk megőrzésére, vagy egészségügyi problémák kezelésére szeretnénk használni, vagy ugye hajápoláshoz. És most a tegnap előtt vettem ezt az almaecetet, ja igen, amit a DM-be vettem, az fél literes, ez pedig 7,5 decis. Igen, csak sikerült leolvasnom. Ezt a Nettóban vettem, ez egy olyasmi szupermarket itt, mint a Lidl például. Ez is bio, teljesen, és 1,19 € volt csak. Úgyhogy legközelebb is inkább elmegyek egy ilyen szupermarketbe, és veszek ott egy bio almalevet, mert sokkal-sokkal gazdaságosabb, és ezt még ugyan nem próbáltam, ezt a flakont még nem nyitottam fel, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy ugyanazt tudja, mint az Alnatura is, ugyanúgy néznek ki, mind a kettőben előfordulnak ilyen kis úszkáló darabkák. Szóval, almaecet. Ja igen, még arról szeretnék egy kicsit beszélni nektek, hogy mire is szeretném én még a jövőben használni. Ami nekem nagyon-nagyon szemet szúrt, amit már említettem is nektek, ez a kisállatoknál való bolhaírtás. Szerintem erre, hogyha ratagasznak, ne adj Isten, bolhája lesz, akkor erre mindenképpen ki fogom próbálni. Nagyon tetszett ez az almaecettel való gargalizálás, mint szájszag megelőzés. Úgyhogy szerintem erre is ki fogom próbálni. Valamint olvastam ilyen almaecetes kúrákat, pont azért, mert hogy ugye teljesen rendbe teszi a bélrendszerünket, a zsírbontó hatása miatt diéták, vagy hát, amit említettem is nektek, hogy ilyen almaecetes diéták is vannak, úgyhogy ezt elvileg kúraszerűen ajánlják, és én is így fogom majd kipróbálni, és azt írják, hogy vagy reggel, vagy este egy evőkanál almaecetet egy pohár vízben feloldunk, és ezt szépen megisszuk, és tényleg ezt így egy pár napon keresztül, vagy egy héten keresztül kúraszerűen csináljuk, és utána nagyon kíváncsi vagyok, hogy észreveszek-e magamon bármilyen hatását. A barátnőm Vanda, neki sajnos kandidája van, ami elég komoly gyomor problémákat okoz számára, és neki is ajánlottam ezt, úgyhogy ha esetleg majd ő is kipróbálja, és beszámol nekem a tapasztalatairól, hogy ezt a problémát megoldotta-e, akkor majd a saját tapasztalataimat is biztos, hogy elmondom majd ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amit én is még csak most szeretnék kipróbálni. Nem tudom, hogy lesz egy ilyen update a almaecetes videó, vagy csak egyszerűen majd valahogy havi kedvencekhez, vagy valahova besügyeztem majd a róla való update-et. De mindenképpen beszeretnék róla nektek számolni.
Hogyha esetleg ti már próbáltátok az almaecetet, akkor nagyon örülnék, hogyha megírnátok, hogy milyen tapasztalatotok volt vele, milyen terület az, amire nektek nagyon bevált, mire szeretitek használni, mi az, ami esetleg csalódást jelentett vele kapcsolatban. Igen, tényleg várom a kommenteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot kívánok nektek, és mindenkinek ajánlom az almaecet. Ez tényleg szerintem egy olyan, ez egy ilyen nagyon egyszerű, de mégis ilyen csoda dolog, ami szerintem minden háztartásban el kell. Minden jót, sziasztok!